A német nemzetiségi közösségek talán legismertebb karácsonyi népszokása a Christkindlspiel, vagyis a több mint 200 éves hagyományos betlehemi játék. Általában öt fiatal lány játszotta a darabot, akik különleges viseletben csengettyűt rázva járták végig a falut, hogy áldást hozzanak a családokra Jézus születése napján. A Német Nemzetiségi Múzeumban szervezett közös karácsonyi várakozás alkalmából a bai hagyományőrző fiatalok mutatták be a játék általuk ismert verzióját. A mai napra úgy terveztük, hogy megtartjuk a Német Nemzetiségi Múzeum kicsit ilyen karácsonyváró, kicsit évzáró ünnepségét, és ez alkalommal most már harmadik éve egy Christkindlspiel bemutatóval készülünk. Jobban mondva nyilván nem mi készülünk, hanem egy-egy közeli településnek a csoportját, a hagyományőrző csoportját hívjuk el, hogy mutassák be nekünk, hogy az ő településükön hogyan zajlik ez a szokás, hogyan mutatkoznak be a Christkindliző gyerekek. Maga a Christkindli az hasonló ahhoz a játékhoz, amit mi jobban betlehemesként ismerünk. Karácsony estején házról házra járnak az iskoláskorú gyerekek, és köszöntik a családokat Máriának, Józsefnek, angyaloknak öltözve, és ezzel kívánnak ugye boldog ünnepet a családtagok számára. A német falvakban, német nemzetiségi közösségekben ez a hagyomány természetesen német-sváb nyelven élt tovább, és él ma is, és nagyon sok helyen újítják fel egész egyszerűen ezt a szokást, és várják karácsony este ezeket a gyerekeket, hogy bemutassák és köszöntsék a családjukat, és aztán utána az évféli misén eljátszák ismét ezt a kis köszöntőt. Bensons wird erlaubet sein, zu fernwiltreten to herein. Wenn eure Kinder fleißig beten und singen, zu werden wir goldene Poaten bringen. Wenn eure Kinder nicht fleißig beten und singen, zu werden die Urden umherspringen. A bai hagyományőrző fiatalok klubja alig egy hónapja alakult, egyrészt szülői kezdeményezésre, hogy a korábbi szokásokat megújítva ápolhassák az ősi helyi értékeket. Kovács Emese és Csicsai Zsolt vezetésével született produkció mellett a német nemzetiségi énekkar és a táncosok is készültek az alkalomra egy rövid bemutatóval.